Kedves barátaim, amikor nemrég az egyik cimborának elújságoltam, hogy januártól taszos leszek, azt felelte, hogy hazamész. És milyen igaza volt, 1994-ben még egyetemistaként csatlakoztam a TASZ-hoz, azzal szoktam hencegni, amit Banár is szóba hoztam, hogy én vagyok a TASZ alapító atya. Persze ez korán sem volt így, én a TASZ-ban tanultam meg, hogy mik azok az emberi jogok, és itt találkoztam először az alkotmányokkal is, sokkal inkább itt, mint a jogi karon. Fridi Judit, a TASZ első elnöke volt az, akinek a vezetésével kialakítottuk azokat az alapelveket, és elindítottuk azokat a programokat, amelyek ma is meghatározzák a TASZ működését. És Dénes Balázsnak, a TASZ most búcsúzó második elnökének köszönhető, hogy már a TASZ Magyarországon is világszerte is elismert brandé vált. Igen, a TASZ, vagy ahogy a világ más részein hívják, a Hungarian Civil Liberties Union, annak van egy jelentése. És ma már oda jutottunk, hogy a TASZ álláspontját lehet támogatni, lehet copy-paste-tel másolni, lehet kritizálni, sőt, lehet gyalázni is, egy valamit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Most, hogy a TASZ 19. évébe lép, és lezárja a második elnöki ciklusát, föltehetjük a kérdést, hogy hogyan tovább TASZ. Azt hiszem, hogy az két első elnöki periódus alkalmat ad arra, hogy a folytatás útját megtaláljuk. Arra gondolok, hogy egy olyan fajta civil szervezet, mint a TASZ, az két forrásból merítheti a legitimációját. Vagy a szakmai álláspontjának a hitelességével, komolyságával, vagy pedig a társadalmi támogatottságával, a lobby erejével teremtheti meg az erejét. És azt hiszem, hogy a TASZ-nak most lehetősége van arra, hogy mind a kettőt egyszerre mutassa föl. Egyszerre legyen kompromisszumok nélkül és megkérdőjelezhetetlenül a legjobb képviselője az alapjogoknak Magyarországon, és mindezt tegye úgy, hogy akár bírósági tárgyalótermekről van szó, akár törvényelőkészítő szakaszokról, akár a szélesebb nyilvánosságról, a TASZ álláspontját nagyon széles tömegekhez tudja eljuttatni, és teszi érthetővé és elfogadhatóvá. Persze, könnyű belátnunk azt is, hogy nem vagyunk könnyű helyzetben. A TASZ nincs könnyű helyzetben. Egyrészt azért, mert amikor elindítottuk 94-ben ezt az egyesületet, akkor abból indultunk ki, hogy Magyarország egy alkotmányos demokrácia, ahol szükség van egy olyan watchdog szervezetre, amelyik mindig szembesíti a jogállamot a saját elveivel. De ma nem ez a helyzet, Magyarországon nem alkotmányos demokrácia, sokkal közelebb áll egy autoriter rezsimhez, mint egy demokráciához. A mai alkotmány az nem osztja, hanem fosztja az alapjogokat, ezért gondolom én, hogy nem vagyunk könnyű helyzetben. És azért sem vagyunk könnyű helyzetben, mert megváltozott az európai környezet. 18 évvel ezelőtt egy vonzó, befogadó, egy kívánatos európai világ vette körül Magyarországot. Ma azonban az Európai Unió és maga a II. Világháború utáni európai gondolat is a túlélésért küzd. Emiatt sem vagyunk tehát könnyű helyzetben. És megemlítem azt is, hogy amikor elindult a TASZ, akkor azzal számoltunk, hogy a technikai fejlődés miatt rengeteg új emberjogi kihívással találkozunk. Az információs technika fejlődése, majd új adatvédelmi, meg szólásszabadság kihívásokkal állít szembe bennünket. Vagy az orvosi technika fejlődése újfajta betegjogi vagy reprodukciós jogi kérdéseket vet majd fel. De azzal nem számolhattunk, hogy olyan fajta elszegényedés és leépülés lesz ebben az országban, mint amit most megtapasztalunk. Persze a hajléktalanokra, a mély szegénységben élőkre, köztük a sok százezer romára, vagy akár a kórházak falai között sínlődőkre gondolok. Ezek szociális kérdések, de elválaszthatatlanok az emberi jogoktól, és a TASZ-nak a dolga, hogy foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel is. Ugyanakkor mindezen nehézségek ellenére azt mondom, hogy jó dolgunk lesz a TASZ-ban. Nem könnyű, de jó dolgunk lesz. Elsősorban azért, mert a TASZ-t egy kiváló csapat alkotja. Első osztályú szakemberekről, nagyon elkötelezett kollégákról van szó. Ez mindenképp örömre ad okot. Jó dolgunk lesz azért is, mert bár patetikusan hangzik, de erről van szó,
olyan szilárd elvekre alapozhatjuk programjainkat, mint a szabadság, az egyenlőség, vagy az emberi méltóság elvei. Jó dolgunk lesz azért is, mert komoly partnerszervezetekkel dolgozhatunk együtt. Most itthoni és nemzetközi szervezetekre gondolok, kettőt említek közülük, a Magyar Helsinki Bizottságot és az Eötvös Károly Intézetet. És végül jó dolgunk lesz azért is, mert számíthatunk a támogatóinkra, a Magyarország és a nemzetközi támogatóinkra, azokra is, akik nagy adományokkal támogatják a TASZ-t, és azok is, akik az 1%-aikkal vagy az ezreseikkel. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindezen jó hírek után mondhatjuk azt, hogy itt az idő, hogy kosszincsunk a TASZ elmúlt 18 évére. Meg a jövőjére! Szerintem, hogy a jövőjére.